Mi atyánk, ki vagy mennyekben, uralkodol mindeneken. Szenteltessék meg szent neved, íg is föld imádjon tégedet. Jöjjön el a te országod, legyen meg szent akaratod, miképpen van mennyekben, legyen itt a földön is. Add meg a mi táplál testünk és lelkünket, szabadíts meg a gonosztól, ments meg örök áldozattól. Ne engedj a kísértésbe, ne kérünk, Uram, hallgass meg, bűneinket bocsásd meg. Kérünk, Uram, hallgass meg, bűneinket bocsásd meg. Boldogságos, szép szűzanyánk Mária, én, Uram, Jézus Krisztusomnak áldott szent anyja, nekem es édesanyám. Mivel indítatik fel könnyebben a te szíved? Miképpen kényszerítettél jobban mi tőlünk, hogy érettünk esedejszél, és azokat, amiket kérünk, hogy megnyeljed mi, midőn eléd bemutatjuk neked a keresztfához szegeztetett szent fiadat, a fájdalmokat és kínokat előszámlálva. A kenzásokat egyenként előttbe rakogatjuk. A tövis koronát, melyvel az ő szent feje környül vétetek. Az ostorokat, melyvel az ő szent testje szaggattatok. A szegeket, melyekvel az ő szent keze és lábai ától verettettek. Az epét, amelyet innyani adták. A dárdát, melyvel hótja után az ő szent szíve megnyittatott. S a födelet, melyvel az ő szent orcáját véfették. Ó, Mária, kicsoda, aki valami ajándékot akarna tőled kérni, bár szintén mennyi ország volna, hogy meg ne nyerné tőled, hogyha kérni fogja az arcú csapásoknak, bosszúállásoknak, csúfolásoknak, gyalázatoknak által, melyet szent fiat szenvedett mi érettünk bűnösökért. Ó, Mária, ezeket kívánom és kérem tőled. Adj egészséget, adj békességet, adj szerencsét, lélek üdvösséget, s boldog mennyországban részt. Azáltal a drága rátós szent vérel által kérlek, melyvel az ő szent orcáját bíborulval és szeme alá folyni látta. Ó, boldogságos szent szűz, ezeket kívánom és kérem tőled, nemes tagadhatod meg tőlem, ha ilyenképpen kérem. Felelj meg nekem, Istennek áldott szent anyja, mert néked esedejzek, és könyörgöm szent fiadnak vére által. A szent Isten dicsértessék, menj és földön tiszteltessék, ne főképpen nálunk ma, mint magyarok is tápja. Kérünk, mint apostolunkat, és az
gyermekségben. Csoda valály a szentségben, örömére menjeknek, csodájára népeknek. Kérünk mind apostolunkat, és az első királyunkat, Szent István boldogságos szűz anyánknak, mint magyarok asszonyának, feláldoztat hazánkat, szentetet kérünk, mint apostolunkat, és az első királyunkat, Szent István nézményből, a szép magyar szépen, és akkor még egyszer szeretettel köszöntök mindenkit. Hát ezek az imádságok az összeomlasztott és időlegesen megszüntetett magyar királyságért és annak mielőbbi helyreállításáért is szólnak, meg azért is, mert gyönyörűek, és érdemes minden alkalmat megragadni, ilyen gyönyörű harmikus imádságokat hallgatni. Ez az utolsó előadása Raffay Ernőnek ebben a tavaszi idényben, és a következő a szeptember 3-án lesz, szeptember 3-a szerda. Szeptember 3-ától minden első szerdán fog következni, és a két háború közt, illetve a Horthy rendszer miniszterelnökeiről és arról a korszakról fog szólni. Igen nagy a káosz ott is, igen nagy az űrzavar, össze-vissza beszélnek, hazudoznak minden. Érdemes minden jót, és persze minden nem túl jót is megismerni erről, és megtanulni, hogy mi mindenben kell nekünk megvédeni a saját nemzetünket és azokat a kiválóságokat, akikről össze-vissza hordanak minden csúfságot. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm Tompó Laci barátunkat is, aki megtisztelt minket és az előadást, hogy eljött immáron nem mint előadó, kivételesen, hanem mint néző, hallgató. Őneki lesz a következő héten szerdán Vas Albertről előadásait, és azzal fogjuk zárni az Őskép kiadónak ezt a tavaszi sorozatát, és ő is természetesen ősztől folytatni fogja, ő pedig minden utolsó szerdán van itt a TIT-ben. Hát én akkor, ja, ennek a tanár úrnak, ennek a gyönyörű sorozatának, illetve nagyon is tanulságos sorozatának a zárásaként próbáltam egy kicsit feldobni a hangulatot ezzel a borkostolóval és a borvására. Kiváló magyar borok, egészen elfogadható áron megvásárolhatóak, és itt lesznek ők még az előadás végén is, úgyhogy nem kell elrohanni, még akár egy pár mondatot lehet beszélgetni is egymással, és kóstolni a borokat, és akinek tetszik, az nyugodtan vigyen belőle haza, és akkor én átadom a szót a tanárunknak. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt Tompó kolléga úr, én személyesen is láttam, mert az interneten már láttam. Köszöntöm szeretettel Önöket, és köszönöm magam is, lehet, hogy elment az énekművész asszony. Nem, csak az oszlop.
köszönöm magam is. Ezek moldvai csángó dalok voltak, vagy imádságok? Moldvai csángó. Na hát én most három napja jöttem meg a Brassóból, mert ott volt öt előadásom előtte Svédországban, 9, és most éppen, hogy Brassó Sepsinen György és Barót, és a hétfalusi csángó két összevont településén, a négy falu és három falu, három falu Bács falu, és a négy faluban pedig majd eszembe jut, hogy valami hihetetlen nemzeti reneszánsz van ott most. Nem érdekes, amit tapasztaltam, és ezt csak ennyit hadd mondjak bevezetésképpen, hogy múlt vasárnap, vagy hogy is, Brassóban az evangélikus egyházközség, aki engem oda hívott, ott egy ilyen evangélikus szórványnap volt. És valami 14-15 különböző néptánckör, a legkülönbözőbb fölújított régi hétfalusi csángó táncokat járt meg, szavalat, ének, stb. Félelmetes, magas, komoly kultúrájuk van, amely kultúra ott a hétfalusi csángókban gyökerezik. Egy nagy veszély leselkedik rájuk, ezt világosan az ottani öt evangélikus lelkész együttetően elmondta nekem. Ugye most a román veszélyre gondolunk, nem, a semmi, a cigány veszély. Kérem szépen, Kriszba faluba, ott fönn voltam a váron, ott álltunk, ott a falu jó nagy, a cigánytelep meg kétszer akkora, mint a falu. Munka nincsen, csak szaporodás, az azonban nagyon. Egészen megdöbbentő, hogy a Kárpát-medencében lehet, hogy két nép van most, amelyik a Kárpát-medence birtoklásáért küzdeni fog, mi magyarok és a cigányság. Ezt nehogy azt gondolja valaki lebecsülésképpen, hanem reális veszélyképpen mondom, gondoljunk a Krassa környéki úgynevezett kelet-szlovákiai cigányságra, és most én megmutatták nekem, elmentünk arra autóval. Ott van egy anyuka, 6-8 gyerek, tömérdek, fiatal, ilyen suhansz legény, akik nem csinálnak semmit, csak szaporodnak 11-12 éves kortól, szóval egészen megdöbbentő volt. Mindazonáltal a moldvai csángok lehet, hogy reflexzerűen erre válaszolva hihetetlen kultúra építést csinálnak ott most. Öröm volt azt is látni. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, a szeptemberben kezdődő előadás sorozatomban el fogom mesélni, amit a miniszterelnökökről Teleki Pál, hát Simonyi Szemadam Sándor, Teleki Pál első kormánya, Betten István gróf 10 év és 3 és fél hónapig, 31-ig, hogy mit csinált, hogy gondolkodott, de személyre szabottan. Mert nagyon nem mindegy, egy országnak ki és milyen ember a miniszterelnöke. Ez akkor is úgy volt, most is úgy volt. Igaz, hogy a külügyminisztere sem mindegy, de most ezt hagyjuk, nem akarok a mostani helyzetben szót sem beszélni. Aztán gróf Károlyi Gyula, Károlyi Mihály elsőfokú unokatestvére, gróf Károlyi Gyula 31-32 októbereig. Na, az még egy kitűnő ember. Nem tudom, mennyire ismerik a tevékenységét és munkásságát. Fantasztikus. Ha volna időm, akkor róla egy külön könyvet írnék, mert már 14 előtt képviselő, egy nagyon komoly politikai pályát fut be. Persze Magyarországnak Károlyi Mihály, a Mihály grófnak, és nem a Gyula grófnak van szobra, ugye? Mindegy. Aztán Vitéz Jákfai és Terescsényfai Gömbös Gyula, aztán így tovább végig Imrédi, ki volt még? Kállai Miklós, és aztán végig veszem a miniszterelnöket, és persze a Horthy korszakot, az egészet. Mert a Horthy korszak az a magyar királyságnak egy építő korszaka volt. Mindegy, hogy bal oldalról, tehát liberális és szocialista oldalról miket mondanak, szépen higgadtan szemben fogunk nézni, akit érdekel majd eljön az előadásomra, ezzel a komoly periódusról, mert a mostani magyar kormányzatok előtt nagyon nem mindegy. Nagyon nem mindegy, hogy akkor ők hogyan gondolták az ország építést és az ország visszaszerzést. Az ország visszaszerzés, tehát azért négyszeres területi revíziót ellenséges környezetben megcsinálni, az azért, ahogy mi mondjuk a 8. keretben, nem semmi. Nem semmi. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a mai előadásomon az a címe, emlékszem a címére, hogy tehát Magyarország története 1914-től 1920-ig. Ez gyakorlatilag az első világháború lezajlása,
annak nagyon komoly, fontos elemzendő részletei vannak. Például igaz-e az, amit bukaresti kollégáim előszeretettel mondanak, hogy Tisza István gróf robbantotta ki a világháborút. Jaj, nem, mondja itt valaki, hát tényleg nem. De mondják azért, hogy bizonyítsák, hogy a magyarok megérdemlik Trianont, hiszen ők csinálták a világháborút. Ez egy nagyon érdekes dolog. Most ma voltam egy TV felvételen, van ez a Szabadság tér 89 című műsor, most már harmadszor hívtak be, és nem tudom, hogy lement-e egy rész egyáltalán, de tény, hogy ma a 989. évi román-magyar majdnem háborúról beszélgettünk, hogy is hívják azt az urat? Rákai Filip úrra, igen, és majd még hívnak. Még akkor is előjött a 80-as évek végén, hogy a magyarok robbantották ki a világháborút, stb. Nagyon érdekes dolog, de majd mindjárt az eladásomban sorra következik. És aztán a háború végét elmesélem, ahogy én gondolom, ugyanis mi magyarok nem csak a háborút veszítettük el, hanem a békét is. A románok például az első világháborúban elvesztették a háborút, és megnyerték a békét. A békét kell megnyerni, nagyon érdekes dolog ez. És aztán ugye a Károlyi kormány, a Berinkei kormány, a Tanácsköztársaság, és végül eljutok majdnem Trianonig, 920. március 1, akkor kormányzóval előadásom végén, ez a rossz hírem van a Mazsihi számára, hogy kormányzóvá fogjuk választani Korti Miklós altengernagyot, és el fogom mondani az álláspontomat. Én szívesen elmondanám Hortiról a magyar televízióba is, de valahogy nem hírtévébe is, de hát ott ugye Romsics Ignác volt eddig, most kidobták, mert cikket írt a Szobor ellen, tudják, a Orbán a nácisas szani cikk. Nagyon érdekes dolog ez. Mindegy. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, az első világháború különböző érdekek következtében tört ki. Azt tudni kell, először a világháború okairól szeretnék beszélni. Ezt elmondtam most a Brassó környéki és a többi előadásaimban is, de még Svédországban is, hogy tudjuk mi magyarok, hogy a világháború az alapvetően nem magyar érdek volt. Viszont amikor elkerülhetetlenné vált, mert mindjárt elmondom, hogy szerintem a francia-orosz szövetség robbantja ki az első világháborút, amikor elkerülhetetlenné vált, akkortól pedig magyar önvédelmi háborúvá vált. Mert ha győzünk benne, akkor túl sokat nem nyerünk. Majd Tisza István gróf kapcsán mindjárt mondom, hogy mire alapozom ezt az állításomat. Ha azonban vereséget szenvedünk, akkor nagyon sok mindent elveszíthetünk. Amit szerettek volna tőlünk elvenni, annak csak a töredékét vették el. Nem töredékét, de csak egy részét vették el. Tehát az a 93.000-92.000 valamennyi négyzetkilométer, ami megmaradt, ennél sokkal többet el akartak venni. Ezeket részletesen elmondja? Muszáj érintsem, mert a béke elveszítése az ehhez kapcsolódik. A világháború, tehát először a világháború okai. Külső és belső okai vannak, ezt most nem, a belső okokról nem nagyon akarok beszélni, csak egy pár mondatot muszáj beszélnem. A nagyhatalmi okcsoport és a kishatalmi okcsoport, erről beszéltem én? Erről nem beszéltem itt az előadásban. Bocsánatot kérek, de a 9 svédországi, tehát összekeveredik a fejembe, hogy hol voltam és miről beszéltem. Igen, egyértelmű, hogy először azt kell megvizsgáljuk, hogy milyen okai voltak a háborúnak, és Magyarország hogy került bele ebbe a háborúba. Az első állításom az, hogy a világ sorsát mindig a nagyhatalmak intézik, és éppen ezért a nagyhatalmaknak mindig többszörös a felelőssége, és ez vonatkozik a nagyhatalmak vezető politikusaira is a világháború kirobbantásában. Tehát Lloyd George-nak, ő felsége miniszterelnökének, vagy Georges Clemenceau-nak, francia köztársaság miniszterelnökének, vagy gróf Tisza Istvánnak, vagy Szazonov orosz külügyminiszternek sokkal nagyobb a felelőssége, mint elvileg a román, a cseh vagy a szerb politikai elitnek. De az utóbbiak szerepe sem kerülhető meg, mert ez egy olyan furcsa helyzet Magyarország szempontjából, hogy többszörös, egész okhálózata van a háború kirobbanásának. Először a nagyhatalmi okcsoportról szeretnék egy pár mondatot csak beszélni. 1879. októbere és 1907. nyara között
az európai nagyhatalmak két nagy katonai tömbre szakadnak szét. A dolog úgy kezdődik, hogy Bismarck herceg, Otto Bismarck, gróf majd herceg, porosz kancellár, később a német császárság kancellárja, és azt javasolja Andrássy Gyula grófnak, hogy a 676 000 négyzetkilométeres Európa második legnagyobb országa, ezt mindig elmondom, már tetszettek hallani, országa és az 575 000 négyzetkilométeres német császárság lépjenek katonai szövetségre. Ez megtörténik 1879 és a következő években, ez már 1871, tehát a francia-porosz háború után van, amikor a poroszokat letapossák, tehát egy eleve egy revans, illetve egy védelmi szempont jön be a franciák részéről, revans, a németek részéről, akik ugye Elzász és Lotaringiát magukhoz ölelik, ahol egyébként több német volt. Most nem olvastam el újra, nem tudok pontos százalékot mondani, ott több volt a német etnikum, mint a francia. És erre a kettős szövetségnek nevezett szövetségi rendszerre ez 1,2 millió négyzetkilométer Európának pont a közepén, Európát ketté vágta. Ez válaszra kényszerítette a francia köztársaságot, amelynek ősi ellensége volt a német császárság. És nem tudom, beszéltem-e gazdaságtörténeti, nagyon unalmas, de nagyon fontos tényezőkről, és demográfiai szempontból a német-francia két országot, ha összehasonlítjuk, akkor azt látjuk, hogy a francia lélekszám csökken, a német lélekszám növekedik. Németországnak 1913-ban 63 egész valamennyi millió, több mint 63 millió lakosa van, kétszer annyi, mint Franciaországnak, akkor számított még a katona létszáma, a férfi létszám. Akkor még nőket, egy kis kitérőt teszek, akkor még nők nem lehettek katonák. Nem tudom, mi a vélemények, egyetértenek a női katonasággal? Nem, nagyon jó. Ugyanis a következő a helyzet. Brassóban, mert volt ott egy hatodik előadásom az Április Lajos gimnáziumban, ott volt egy 300 diák, nevettek, mint a veszett förgetek, ugyanis ha nőket beengedünk a hadseregbe, az szépen hangzik demokrácia szempontjából. De a leányoknál és asszonyoknál egy hónapban van egy 4-5 nap, amikor feszültebbek az átlagosnál. Ez nem probléma, megoldják, hanem ha ilyen feszültebbé váló leányasszonyokból vagy asszonyokból katonatábornokok, vezérkari főnök lesznek, akkor hogyan lesz? Minden hónapban háború? Mert hát ugye, bocsánat, kérek, elég hülye víz, tudom, de realitás, na mindegy. Tehát a német férfi létszám erősen túlhaladta a francia létszámot, és a német gazdaság, ez gazdaságtörténeti tény, sorozat, a német gazdaság már az 1870-es években már legyőzte a francia gazdaságot minőségben, mennyiségben egyaránt, és a 90-es években már a német gazdasági mutatók, acélgyártás, vasútépítés 1000 lakosra jutó kilométerbe, ezt most elmondhatom, nem mondom el, csak a lényegét mondom, megközelítette a Anglia termelési minőségét és termelési mennyiségét. A Wegeler Főiskolán, ahol gazdaságtörténetet tanítok minden első fél évben, a másodikban diplomácia történetet, ott el szoktam mondani a részleteket is. Nagyon érdekes, hogy például a német acél az első világháború 15 évvel már lényegesen olcsóbb, mint az angol acél. Az angolok is tudtak acélt csinálni, csak a német acélt vette a világ, mert hogy olcsó volt, és jó volt. Tehát az a helyzet, hogy a franciáknak nem csak az Ausztria-Magyarországa való katonai szövetség miatt, de amiatt is, hanem a gazdaságtörténeti és a demográfiai lemaradottsága miatt is, illetve következtében is, valamit csinálnia kellett, ha nem akarták, hogy a németek előbb-utóbb a nyakukra mászalak. Ha túl nagy különbségek alakulnak ki két nagyhatalom között, az majdnem biztos, hogy háborúra vezet. Gondoljanak csak a szovjet világra, emlékeznek le, volt Szovjetunió. Emlékeznek? Én is emlékszem. A szovjet-amerikai fegyverzeti nagyjából egyensúly, az hát nem azt mondom, hogy garantálta, de biztosította a világ békét. És amikor a régen elnök bejelenti a világűrháborút, akkor a Gorbacsokinak,
Gorbacsov elvtársnak, azt mondják a marsallók, konkrét információ vannak erre, hogy jelentem, nem tudjuk követni az Egyesült Államokat. És akkor a Szovjetunió megadja magát. Ez egy nagyon tört. Tehát két lehetőség előtt volt Gorbacsov. Na most a helyzet az, hogy hasonló a helyzet az első világháború előtt, a franciák megpróbáltak egy szövetséges keresni, és nem fogják kitalálni, megtalálták a cári Oroszországot. Ez egy nagyon érdekes és pikáns dolog, mert a nagyon liberális, szabadkönyves, nagyon radikális, polgári liberális szabadkönyves francia köztársaság az általa lenézett Oroszországot, 110 millió körüli lakossága volt Oroszországnak már az első világháború, tehát többszöröse, egy négyszerese majdnem Franciaországnak, és az orosz ember az jó katona. Megkezdődik a világ globalizációja. Olyan módon, hogy francia arany, frank, milliárdok mennek befektetés céljából a cári Oroszországba. Az orosz hadipart azt, és az orosz hadsereget, a fegyverzeti részét, ezt a francia köztársaság csinálja meg, és egyre szorosabbá válik a francia-orosz kapcsolat, és végül az 1890-es évek elején, 92-93-94-ben katonai szövetségre lépnek. Na most erre ugye a németek meg még rátettek egy-két lapáttal, mert 1882-ben az olasz királyság, amelynek Franciaországgal voltak, főleg a gyarmatvilágban, Észak-Afrika, stb. Nem részletezem ellentétei, olasz királyság az osztrák-magyar monarchia szövetségese lett, és ezt a szövetséget elejegyezte a német császárság, kialakult a kettő szövetségből a hármas szövetség, vagy központi, akkor úgy írták, hogy középponti hatalmak. Még itt vannak székek valahol. Mindegy, már hozzuk. És a franciáknak muszáj volt tovább lépni a szövetség keresésbe, végül is az angol-francia ellentétek, amelyek én már az egyetemen megbuktam egyszer a 100 éves háború történetéből, mert tavaszi vizsgaidőszak volt, és Szegeden nagyon szép a Tisza part, mindegy. És tehát több száz éves angol-francia ellentétet, több év szívós munkájával a franciák komoly engedmények árán ledolgoztak, és 1903-1904-ben létrejött papíron, szerződésileg az Entente Cordiale, tehát az angol-francia szövetség. Az angolok az oroszokkal őfességgel liberális kormánya nem akart szóba állni, és végül is az a helyzet alakult ki, hogy 1907-ben, ugye mondtam, hogy 79 és 1907 között, 1907-ben őfelsége kormánya, a brit kormány, meg az orosz kormány megegyezik arról egy ilyen gentleman's agreement-tel, nem írtak papírszerződést, hogy ha balhé lesz Németországgal, akkor az angolok segítik őket. A németek sokáig erről nem tudtak, és abban a hitben volt a második Vilmos, hogy őfelsége Viktória királynőnek az utódai, akik Angliába királykodtak, ők majd semlegesek maradnak, hogyha a francia-német-orosz-osztrák-magyar leszámolás bekövetkezik. Na most ez nem következett be, illetve bekövetkezett, csak az nem, hogy Anglia semlegességét megőrizve nem lépett be a háborúba. A nagyhatalmi oknak ez a nagy, bonyolult szövevényi rendszere, amit én most nagyon leegyszerűsítve és sok részletet, sok-sok ezer részletet nem elmondva elmeséltem, Magyarország szempontjából azért volt nagyon lényeges, mert ugye Magyarország az osztrák-magyar monarchia részeként azzal együtt Európa második legnagyobb területi országaként nagyhatalmi státuszban, helyzetben volt, és Párizsban, Londonban és Szentpéterváron, Pityerben, ahogy az orosz parasztok, a muzsikok mondják, saját fővárosokat, Pityerben azt a képzetet keltette, hogy a magyarok nekik ellenségeik. Pedig francia-magyar ellentét nem nagyon volt, angol-magyar ellentét, orosz-magyar ellentét nem nagyon volt, de a nagyhatalmi helyzet az belevitte Magyarországot abba, hogy szembe kellett, hogy kerüljön Anglia, Franciaország és a cári, többször nem mondom, hogy cári Oroszországgal. Egyébként itt egy kis kitérőt teszek, nem tudom, Putyinnak az egyik legutóbbi beszédét hallották, nem a tartalmáról beszélek, nagyon-nagyon megdöbbentő, mert Putyin a kedvenc KGB-se. Azért ezt nem gondoltam volna önmagamról,
gondolják be, hogy milyen történelmi változások vannak, és az első világháború előtt is valami ilyen helyzet volt, hogy ott áll Putyin, KGB-s ezredes, volt, ha jól tudom, mögötte ott van a kétfejű sasos cári címer. Ez már önmagában véve őrület. És akkor mond egy beszédet Putyin, amiben a nyugati liberalizmusról elmondja a nagyon durva és igaz véleményét, és Isten hitről és jó Istenről beszél. És a végén, amikor befejezi a beszédét, akkor a katonazenekar eljátsza Namit, a Szovjetunió himnuszát, szövetségbe ford, szabad köztársaság, a Nagy-Oroszország, Kovácsok. De tudják egyesek. No, az első világháború előtt is voltak ilyen hihetetlen csodák. A lényeg az, hogy megítélésem szerint mi akkor kerültünk az első világháború előtti 20 évbe célkeresztbe, ami a nagyhatalmak három ellen potenciális ellenséges nagyhatalom célkeresztjébe. Mert nekik, amíg béke volt, addig nem volt semmi probléma. Ha Tisza István gróf 13 nyalától másodszor miniszterelnök, nagyon érdekes sajtógyűjteményeket olvastam az Országos Levéltárban, a Zsinati Református Levéltár Tisza iratai között 41-2 doboz, ezt mind elolvastam, kifotóztam. Ha Tisza gróf mondott egy beszédet, akkor az európai sajtó, mint hogy most Putyin vagy Barack Obama, mondtam a szombathelyi Obama tortát, mondtam? Mindjárt elmondom. Tehát a Tisza gróf, nagyon jó. Tisza gróf, ha mondta egy beszédet, az másnap a Liberációban, a Tampban, a Timesban, a összes mindenféle világlapban benne volt. Tehát ez egy nagyon komoly helyzet volt, nagyhatalomként működött Magyarország. Ami az Obama szeletet illeti, a Peti unokám mondja, hogy papi, Szombathely főtejben, a cukrászdában lehet Obama szeletet kapni. Mondtam? De. És mi az? És bementek és ettek, és mondja a gyerek, hogy, vagy az anyja, hogy az Obama szelet, ez egy ilyen piskóta lapok, szeletek, barack lekvárra. Ha van itt cukrázda, tulajdonos ajánlom, dobom a szeletet, egy kis százalék haszon kulcsa, imádom a baraszletet. Na, tehát Magyarország úgy kerül bele ebbe a dologba, mint nagy hatalom mi résztvevő, és szeretném idézni önöknek Tisza István, még fiatal grófnak egy 1889-ben a képviselőházban, tudják, felsőház. Igen, mondom, mi a neve? Alsóház, képviselőház. Ott elmondott, mert ott kezdte a politikai pályafutását, mezitlábas, papados képviselőként. Azt mondja, hogy szavazza meg az ellenzék is a katonai törvényt, tehát a véderő törvényt, mert lehet, hogy majd pár évtized múlva eljövend a magyarok számára egy nagy európai háború, amikor kell majd az erős hadsereg, amely háború majd védelmi háborúja lesz a magyaroknak, miért tisztán látta, védelmi háborúja lesz majd a magyaroknak, és amely háborúban a győztes fél mindent visz, a vesztes fél pedig mindent elveszít. Ő persze a győztes félként a magyar királyságra gondolt. De mégis azt kell mondanom tehát, hogy a nagyhatalmi jogcsoportban, nagyon röviden összefoglalva, Magyarország belekerült három nagyhatalom potenciálisan megvalósuló célkeresztjébe. És amikor elröppentek az első ágyúgolyók, július 28-án 14-ben, meg az első puskagolyók, ugye Belgrádot bombázták az osztrák-magyar monitorok, a dunai hadihajók, akkor akkortól fordult élesbe az egész, és akkor még nem lehetett tudni, hogy mi lesz. Most a világháború okai között, és ez a bukuresti román sajtónak nagyon nem tetszik, ugyanis én megnevezem Romániát, mint háborús okot. Háborús okot. Ez a végtelenség gyűlöletre sarkalja a román sajtó, Adeverút, meg stb. Rendszeresen cikkeznek erről a témakörről, hogy tudnék a három szomszédos nép, aki körülöttünk voltak, és velünk összekeveredve a szerbek, a románok, és a velünk nem összekeveredve a csehek, nagyon komoly hadi célokkal és béke célokkal, egész konkrétan durván fogalmazva területi célok
területek elvételének a célja, vagy jaggyal foglalkoztak. Ugye ezt mondtam biztosan, a csehek azok a Győrtől délre, Budapesttől délre, Miskolctól délre terjedő teljes Kisalföld, illetve Felső Magyarországot szerették volna megszerezni, és ezért csinálták Benesék, Masarykék a titkos diplomáciát, és Kramázs ugye a későbbi első cseh miniszterelnök. A románok pedig, és a szerbek pedig úgy szintén, a románok, ugye ezt már mondtam, Dera Nistruppen alla Tisza. A Nyesztertől a Tiszáig, a Tisza folyóig akarták a területeinket, és a szerbek pedig a Nagykanizsa az Zalaegerszegtől északra, Keszthelyétségéig bezárólag, Pécstől északra, Komlótól északra, Fekete-Szén, Bajától északra, Szegedtől északra, és Temesvártól pedig keletre eső területeket akarták, tehát Temesvár az ugye 19-ben majd a háborúig menő lőttek egymásra a románok és a szerbek, hogy ki legyen Temesvár. Tehát Clemenceau, a békekonferencia elnöke, francia miniszterelnök 17-19 között diplomáciai jegyzéket kell küldjön Belgrádba és Bukurestbe, hogy ne lőjetek ma egymásra, mert majd mi töltjük-e Párizsba, hogy hol húzódnak a határok. És végül aztán Temesvár ősi román város lett, ma pedig egy óriási nagy román város. Jó, ez a csacsacsa. A női társadalmai még nem lehetnek. Esküszöm, kikapcsoltam, hogy legalábbis azt hittem. Tehát a kishatalmi jogcsoport, most ezt nem részletezem, ez egy külön előadás témája lehetne. Ennek az a lényege, hogy a három nagyhatalom célkeresztje mellett három kis nemzet politikai elitjének a célkeresztjébe volt Magyarország. És amikor ugye ezek a cseh, szerb és román vágyak, ezek teljesen fantasztikusak voltak. Ezek úgy hangzottak Tisza István, Aponyi Albert, stb. Fülébe, mintha én most azt mondanám, hogy kérjük és meg is fogjuk valósítani a régi 70-es évek vicc, a magyar-japán közös határt. Magyar-japán ugye elég viccesen hangzik, meg közben ott van Ázsia, meg Oroszország, meg Kína, meg stb. Akkor is létezett az osztrák-magyar nagyhatalom. És ahhoz, hogy a szerbek meg tudják valósítani, amit akarnak, ugye ez a jugoszlávizmus koncepciója, hogy a Karagyorgyevics dinasztia jogarra a koronája alatt az összes délszlávot, a bolgárokat is, ugye a bolgár-szerb ellentét az részben Makedónia, a részben ez, hogy a szerbek Bulgáriát is magukhoz akarták ölelni. A szerb-bulgár ellentét az olyan ősi, mint a román-magyar ellentét, vagy a román-bulgár ellentét. Ez egy nagyon érdekes dolog. És ezek most mind itt vannak bent az Európai Unióban. Ahhoz szét kellett, ugye Karintia, Krajna, szlovének, ahhoz szét kellett zúzni Ausztriát. Horvátország, az a Magyar Királyság társországa az 1868/30. Törvénycikk egyik paragrafusa értelmében. Ahhoz szét kellett zúzni a Monarchiát és Magyarországot, Dél-Magyarország Bajától északra, a Szegedtől északra, ahhoz a Magyar Királyságot kellett szétzúzni, ahhoz az osztrák-magyar Monarchiát kellett szétzúzni. És így tovább nem részletezem, a lényeg az, hogy a cseh, román és szerb békecélok azok egyértelműen arra játszottak, hogy a nagyhatalmak háborúba kerülnek, és közte ők, mint kicsik, majd, mint Sheila a Rejtő Jenő regényében a hastántos nő, mozdulatokkal, diplomáciai ügyességgel megszerzik, meg román Bratianu miniszterelnök így fogalmazott, megvalósítják nemzeti ideál. És ehhez ők kaptak támogatást már 914 előtt, ugye a háború okairól beszélek. Például, nem tudom, Ferenc Ferdinánd színajai útját mondtam-e itt az előadáson, de nem hiszem, hogy mondtam. Hihetetlen, ez már a belső okai a világháborúnak. Kérem szépen, Ferenc Ferdinánd, aki Szent István koronájának az örököse volt, kedves egészségére elvileg, ő nem akarta magát megkoronázni magyar királlyá. 1909-ben Szinajába látogatott. Szinajába, ahol találkozott a német anyanyelvű román királya, Hohenzollern Sigmaringen Károlyjal. És ott felajánlotta neki, hogy ha meghal ő felsége Ferenc József, majd
16. november 21-én következik ez csak be, már a háború közepén, akkor ő, Ferenc Ferdinánd nem koronázza meg magát magyar királlyá, viszont Magyarországot letapossa, mindegy, azt a javaslatot tette a román királynak, hogy lépjen be a román királyság a Ferenc Ferdinánd által centralizált Habsburg birodalomba. Na most ugye a román király nyilván megkezdte tőle, mert válaszol rá a trónra, és mindjárt mondom, hogy micsodát, hogy akkor mi lesz az ő román királyi trónjában. És a trónörökösünk, a mi trónörökösünk azt mondta neki, hogy Románia azt a státuszt fogja kapni, mint a német császárságon belül a bajor király. Tehát teljes jogú királyság, csak a német császárságnak a tagja. Teljes jogú román királyság a Habsburg birodalom tagja, és még a Ferenc Ferdinánd egy nagyon érdekes dolgot mondott, hogyha ezt megteszi, vállalja a román király, akkor megkapja a magyar területeket a Tisza folyóig. Tehát a Ferenc Ferdinánd erről egy öttevényi nevű kolléga írt a 30-as években egy nagy vastag könyvet, ott hitelesen ezt ő bizonyítja. Az a megdöbbentő dolog történik, hogy az osztrák-magyar monarchiában olyan belső ellentétek voltak, és most csak egyről beszélek, most a nemzetiség kérdést hagyjuk, az is egy komoly és fontos dolog volt, de a háborús vereség nélkül semmi beszéd nem jelentett a 16,1% román, meg a másfél millió szlovák, a horvát, meg stb. Népesség. A háborús vereség kellett ahhoz, hogy mindez megvalósuljon, de közben pedig a Ferenc Ferdinándot 14. június 28-án ugye agyonlőtték. Na most a nem tartozik a világháború okai közé például a demográfiai helyzet, a nemzetiségi kérdés, csak majd a román hadüzenetben 916-ban ez előjön. A csehek ők nem foglalkoztak hadüzenettel, abszolút ez a sunnyogó diplomáciát képviselte Masaryk és Benes, Kramár Zsolt nem foglalkozott nagyon, ő majd csak miniszterelnök lett 18. október 28-án az első csehszlovák miniszterelnök. Ő írja azt miniszterelnökként megírt emlékiratában 921-ben vagy 22-ben, hogy mi csehek 914 előtt úgy képzeltük, hogy ha majd megvalósítjuk leendő csehszlovákiánkat, akkor Magyarországból csak Budapest és közvetlen környéke marad. Ez gyakorlatilag Magyarország felszámolását jelentette. Tehát nem akármiről van szó, kérem szépen, a nagyhatalmakat, ha nem tudjuk legyőzni, akkor felosztanak bennünket. De szerintem egyetlen magyar történész vagyok, aki ezt leírta a írásban, meg szóban is úgy tudom elmondja, hogy 19 során fölmerült Magyarország, a magyar államiság megszűnésének a veszélye is. Hortit én többek között ezért tartom nagynak, de ezt majd az őszi előadásaimban elmesélem, mert összerándott a 12 kapitányokat, meg a magyar királyi honvédséget, a magyar honvédséget, és csinált egy országot, ahogyan lehetett. 20-ba aláírják a trianoni szerződést, de ő már 20 nyarán, de ő már 20 március 1-én, majd ezt a végén elmesélem, kormányzó lesz. Tehát Horthy gyakorlatilag a magyar államiság megmentője. Én megértem azt, hogy bizonyos SZDSZ-es mentalitású nemzetiségi köröknek most Budapesten ez szörnyen bántó tud lenni. Én ezt megértem. Csak azt nem tudom, hogy akkor, ha ezt mondják Horthyra, hogy egy náci, egy gyilkos, egy stb. És még hogy szobor, hát amikor Gyömrön egy ligetet neveztek el róla. Hát ott volt a gyömrői alpolgármester meghívott. Most visszanevezték, nem tudom minek, mert akkor... Minek? Én nem tudom. Akkor a botrány volt belőle, hogy az őrületbe kergették az önkormányzatot, mert Horthyról a főtér egyik csücskét, nem tudom, a Horthy ligetnek, vagy minek nevezték. Ott volt a helyi tévében, volt négyünk között vita. Nagyon érdekes. No. A mai történészek, most majd Szarajevóban lesz egy nagy nemzetközi történész konferencia, de szerintem nem lesz, mert ott most az ország egyharmada víz alatt áll, tetszenek olvasni a hírekben, meg egyébként is nagy tüntetések voltak, meg stb. Tehát nem hiszem, hogy megtartódik. Ott én majd elmondom azt, hogy megítélésem szerint az első világháború okozója a francia és az orosz kormány. A francia és az orosz kormány. Azonban ezt kell bizonyítani.
Kérem szépen, azt mondja a nemzetközi propaganda, hogy az első világháború kirobbantója az a Magyar Királyság miniszterelnöke gróf Tisza István. Először azzal próbálok, erről próbálok bizonyító anyagként egy pár gondolatot elmondani, hogy ez hazugság, ez nem felel meg a történelmi tényeknek. 1914-ben, amikor június 28-án a trónörököst Szarajevóban 7 pisztolylövése meg a feleségét agyonlőtték, akkor utána ugye ez egyből világháborús helyzetet jelentett, olyan volt, mint a mostani krími helyzet. Ha a Putyin meg az Obama most nincsenek észnél, akkor ebből világháború lett. Kisebb háború el se képzelhető. Ugye, amiben Oroszország lép, az vagy világháború, vagy egy egyszerű hadművelet, de akkor meg Amerikának. Na mindegy, ezt majd meglátjuk. A lényeg az, hogy a kialakult világháborús helyzetben Európában kettő politikus volt, aki nem akart háborút, vagy legalábbis nem akkor akart háborút. Az egyik volt Sir Edward Grey, ő felsége miniszterelnöke, az angol miniszterelnök, aki tárgyalást akart. A nagyhatalmak közötti azonnal összehívandó tárgyalást. Megmaradtak erről a dokumentumok. Az ellenfél és a szövetséges nagyhatalmak kormányfőihez diplomáciai jegyzéket írtak, hogy üljenek le és tárgyaljanak. De sem a franciák, egyébként sem a németek ezt nem fogadták el. A cár meg nem is akar tárgyalni róla, mert a cár meg a szerbek közben megegyeztek, majd mindjárt ezt mondom. A másik pedig gróf Tisza István volt, aki részt vett, ugye, amikor megölik a trónörököst, a Tisza a gróf, akkor Geszten van a birtok központjába. És lehet, hogy éppen a minta tehenészetét nézte meg, vagy a minta birka 22 000 holdas nagy birtokos ember vala, és telefonon értesítik, és egyből utazik Bécsbe. És akkor ott összejönnek a birodalom vezető emberei, és azt mondják, hogy akkor most meg kell támadni Szerbiát. Egy ember van, aki a közös miniszteri értekezleten, amelynek a közös miniszteri értekezlet, ez a monarchia csúcsvezetőjének a tanácskozását jelentette, két formája volt, az egyik a közös miniszteri értekezlet, a másik a koronatanács. A közös miniszteri értekezleten ott volt az osztrák miniszterelnök, a magyar miniszterelnök, tehát a két operatív nagyfőnök, és a vezérkari főnök, aki alá a négy monarchiabeli hadsereg tartozott, meg a pénzügyminiszter, meg a közös pénzügy és a közös védelmi miniszter, meg még néhány ember, és hogyha pluszban ott volt az uralkodó, akkor volt ugyanez, csak koronatanács. Na most akkor több koronatanácsot tartottak, például július 14. július 7-én. Ott kivétel nélkül mindenki a háborúra szavazott, gróf Tisza István ismét írásba elolvasható nemet mondott. Bukarestben úgy csinálnak a kollégák, mintha nem tudják németül olvasni. Sőt, másnap, amikor Tisza hazautazott Budapestre és összehívta a magyar kormányt, akkor itt egy levelet, ez megmaradt. Megmaradt. Én több kötetemben is közlöm. Ennek az a lényege, hogy legkegyelmesebb uram, felség, stb. Nem áll módonban kormányom nevében, ugye ez Magyarországot jelenti, a háborús készülődést elfogadni, mert ha háborút kezdünk Szerbia ellen, akkor annak kettő következménye valószínűsíthető. Az egyik az, hogy Oroszország belép a háborúba, írja Tisza, ez abszolút így volt. A másik pedig valószínűleg szegény román Károly király nem tudja visszatartani területünkre, területeinkre éhes kormányát, a román kormányt, és így Románia is be fog lépni. Na most Románia az az osztrák-magyar hadseregnek egy ilyen elfújást jelentett, mint majd ez 16-ban bebizonyosodik, majd mindjárt mondom, ha oda jutok. Viszont az orosz támadás, folytatja Tisza, az európai háborút jelent. Ugye a világháborút azt utólag nevezték így, eleinte nagy európai háborúnak, meg nagy háborúnak nevezték. Tehát gyakorlatilag Tisza leírja ezt a királynak, és akkor van egy, akkor még több összejövetel van, most ezt nem akarom részletesen elmesélni, a megmaradt diplomáciai források azok azt mutatják, hogy Tisza körülbelül két hét alatt fogadta el a háborút. Ugyanis a két hétig, vagy majdnem három hét alatt az összes monarchia beli titkosszolgálat az összes információt megpróbálta megszerezni Szerbiából, meg különböző helyekről, hogy hogy is jött létre, és kik is csinálták a trónörökös elleni merényletet. Most erről kell egy pár mondatot szóljak, ugyanis
1914 őszén Tisza István gróf a horvát bántól, mindjárt mondom a nevét, Skerlec Iván bárótól kap egy levelet. Tisztelt miniszterelnök úr, kegyelmes uram! Itt, Zágrában azok a hírek hallatszanak, hogy legkegyelmesebb trónörökösünket, Ferenc Ferdinánd főherceg urat, szabadkönyvesek ölték meg. Ha lehet, kérlek, akkor informálódj, és hogy tudjak valamit mondani, írja a Skerlec báró, és hála Isten megmaradt, mert Tisza pontos miniszterelnök volt, lepapírozott mindent. Megírja a választ, hogy kedves bánom, beszéltem Bókaival, Bókai eredetével Bock, Bock, ez a magyarországi szimbolikus nagypáholy nagymestere, és ő megesküdött rá előttem személyesen, hogy ők erről nem is tudnak, és semmi közük nincs az egészhez. Mármint, hogy a trónörökös nem ők, nem a szabadkönyvesek ölték meg. Igen, csak van egy apróság. Én megtaláltam, mert a Gavrilo Principének a boszniai császári és királyi főtörvényszéken, szóval magyarul a Szarajevói bíróságon 14 őszén megtartották a bírósági tárgyalását. Ott valami 5 vagy 6 ember volt, a kiskorúakat életbe hagyták, mert jogállam voltunk, a nagykorúakat felakasztották. Maga a Gavrilo Princip 17 éves volt akkor, 16 és fél éves gyerek volt, börtönben hal meg majd 916-ban vagy 17-ben inkább, mert TBC-s volt. És ez halálos betegség volt általában akkoriban, börtönben mindig. Viszont ott a tárgyaláson, amikor volt a vallatás, ott ketten közülük beismerték, hogy ők a belgrádi Pobrátim nevű szabadkönyves páholynak a tagjai. A Pobrátim nevű szabadkönyves páholy pedig a magyarországi szimbolikus nagypáholy védelmét élvezte. Ez egy nagyon furcsa vonal, ezt meg fogom írni, ennél több bizonyítékon pillanatnyilag nincsen, de ez nagyon komoly bizonyíték, mert ott a bíróság előtt mondták el, szabadon nem kényszerítette őket, gondolom, hogy senki erre. Tiszát mivel győzték meg, hogy fogadja el a háborút? Tisza 14. július 28-30-a között, tehát még a háború kirobbanása előtti hetekben írt egy levelet a birodalom közös pénzügyminiszterének, báró Burján Istvánnak, majd 18-tól gróf Burján István, báró Burján István pénzügyminiszternek, aki barátja is volt. Kedves barátom, tudod, hogy hadseregeink nincsenek felkészülve teljesen arra, hogy a hatalmas cári és a francia hadseregnek ellenálljanak, ugye az osztrák-magyar hadsereg főleg Oroszország ellen lettek volna bevetve, bár például az eperjesi közös gyalogezred az Verdönnél szenvedett el gáztámadást, nagyon érdekes szörnyű dolog. No, és ezért úgy, ahogy már beszéltünk róla, 917 körülre tervezhetjük a nagy európai háború megkezdését. Ez egyik, hogy Tisza később akarta, 14-ben semmiképp se akart háborút, és hát bizonyítom, hogy önök előtt, hogy nem is, hogy le is írta ezeket a szándékait, és még valami, bocsánat, egy vizet valahonnan kintről próbálj egy pohár vizet hozni nekem. A lényeg az, hogy mivel győzték meg Tiszát? Mondtam, hogy a titkosszolgálatok vizsgálták a trónörökös megölésnek a körülményeit, és Tisza talál 918 elején találkozott egy fogadáson a Kolozsvári Egyetem egy történész professzorával, akit úgy hívtak, hogy Márki Sándor. Márki Sándor egy nagyon jeles történészünk, és a Márki oda ment a Tiszához, és elkezdtek beszélni, és megkérdezte a Márki professzor a Tiszát, hogy kegyelmes uram, hogy volt ez 14-ben, mert hát azt mondják, hogy olyan robbantotta ki, most akkor mi az igazság? És Tiszát közben elhívták, hála Isten, és nem tudott válaszolni a Márki Sándornak. Köszönöm szépen. És ezért írt egy levelet Márkinak. És a levél másolata az megmaradt. És ezt a levelet én megtaláltam, a Trianoni Szemle című, az egyik történész akadémikus most azt mondta a Trianoni Szemlére meg a Nagy Magyarországra, egy Gyáni Gábor nevű, hát nem kimondottan muzulmán úr, akadémikus, most lett akadémikus. Tehát nem a Tőkécki, meg én lettünk akadémikusok, azért a nettó 450 ezer akadémikus idéje, hanem ő természetesen azt nyilatkozta,
a tiadoni szemléről is, hogy a történet írásunknak az alja. Nem alja, nem szemetje, hanem alvilágja. Történetünk alvilágja. Nagyon érdekes dolog, majd ha találkozok vele, akkor szájon vágom, nem találkozom, gondolják, hogy viccelek, ugye? Kérdezik, a rendszerváltozás után, 25 évvel, ez negyed évszázad. Hát elnézést kérek, hát jó, én nem, de azért akik ott publikálnak más emberekről, azért ezt ne mondja már egy szélső liberális, magyar gyűlölő, zsidófaj gyűlölő Gyáni Gábor. Bocsánatot kérek, hogy ilyen kifakadást teszek, most olvastam, nem, hogy átküldték a beszélőt. No, a lényeg az, hogy Tisza leírja, hogy hogy volt 14-ben, 3 és 3-4 évvel később a Márki professzornak, amit én közöltem ugye a jó bőven a Tiadoni Szemle 2010 per nem tudom hány a számába, és azt írja, hogy kedves professzor úr, 914-ben én semmiféleképpen sem, Tisza gróf, semmiféleképpen sem gondoltam volna, és nem is akartam, hogy kitörjön az európai nagy háború, viszont azok a vizsgálatok, amiket a titkosszolgálataink elvégeztek, azok bizonyították a szerb király kormány egyértelmű és határozott felelősségét. Ugyanis, ezt Tisza nem írja le Mártinak, de most már tudjuk, hogy a Tankosics őrnagy, aki kiképezte a Gavrilo Princípet meg a többieket, a szerb királyi haderő őrnagya volt, és egy Beográd melletti katonai bázisra bevitte őket, adott nekik pisztolyokat, és célba lövés. Na ott a trőnörökös, eltalálod a öreget. Bam, 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 bam. Ők már kiképzett merénylőként, terroristaként mentek. Na most a terrorista kormányokat akkor se szerették. És most se. És én Szarajevóban, meg lesz ez a konferencia, el fogom mondani, hogy is volt ez. És még egy szempontot ír a Márki professzornak a Tisza levelébe. Azt írja, hogy kedves professzor úr, ezen túlmenően, amit most elmondtam, hogy a szerb kormány kapcsolat, stb. Még van egy szempont, a szerb sajtó mérhetetlenül aljas dühe Magyarország ellen. Tehát ugye a szerb sajtószabadság volt, legalábbis valamennyire, a legaljasabb, a legvádaskodóbb cikkeket írták az akkori magyar kormány ellen, hogy megérdemelte. A szerb sajtóban van egy sajátos szerb neve a trónörökösnek, nagybetűvel írják Svába. Svába, a sváb. Megölték a svábot, ekkora szalagszik, megérdemelte a leggonoszabb halált, poklopfenek, stb. Stb. És akkor azt mondta Tisza, hogy ezt egy nagy hatalom, ezt nem tűrhetére. És akkor elfogadta a hadüzenetet, de, folytatja Márki Sándornak a levelet, a Szerbiához kötött ultimátumot, azonban csak kikötéssel fogadta el. Az ultimátumot 914. július 23-án délután 17 vagy 18 órakor adták át a szerb királyi kormánynak, Nikola Pásić a szerb radikális párt miniszterelnöke volt akkor. Most is van szerb radikális párt, amikor a szerb radikális párt hatalomra kerül, Szerbia mindig háborúzik. Gondolom innen van az, hogy egy onnan délvidéki magyar ismerős hőtől ismerem a szerb mondást, hogy Szerbia annyit háborúzik, hogy a végén már csak annyi szerb lesz, hogy egy szilvafa alatt az összes szerb elfér. Én nagyon egyetértek ezzel a népi mondással, mert tényleg a Nikola Pasić megkapja az ultimátumot, és az ultimátum, ugye a mai történetírás az európai szakirodalomban az van benne, hogy a monarchia azzal provokálta ki a háborút, hogy a szerb kormánynak eleve elfogadhatatlan ultimátumot írt. De most ezt az ultimátumot 80 ezerszer elolvastam. Egy olyan pont van, amire a nemzetközi francia, szerb, román, stb. Szakirodalom hivatkozik, hogy az elfogadhatatlan volt. Az, hogy azt kérte a monarchia kormánya, hogy a monarchia nyomozó hatóságai, ezek a bizonyos detektívek, nyomozhassanak a gyilkosok és a kapcsolatrendszerű után a szerb királyság területén. Na most erre azt mondják, hogy ez egy független ország nem fogadhatja el. Erre van egy bizonyos válaszom. Amikor 1903-ban az Obrenović királyt megölték szerb katonatisztek, akkor az új, a másik vetélytárs szerb dinasztia, mind a kettő sertéskereskedő dinasztia volt, szóval nem egy kimondottan Árpád házból, vagy Bourbon, viszki, vagy
mit tudom én, még csak nem is Petrovics dinasztia volt, tudják macedóni, vagy Crna Gora, ma Petrovics dinasztia volt, akkor ennek a Karagyorgye királynak a tisztjei ölték meg az Obrenovics királyt, ami szintén európai terrorizmus volt. Ugye egy ország miniszterelnökét agyon lőni, az ki, támadhatatlanul minden jogi fölfogás szerint a nemzetközi joggal teljesen homlok egyenest ellentétben van, és akkor a szerb kormány, szerb politikusok kérték azt, hogy a monarchia járuljon hozzá, és Magyarország is, a magyar belügy, hogy szerb nyomozók nyomozhassanak. És simán megkapták, tessék parancsolni, nyomozzátok ki ezt a szörnyűséget, megölték a királyotokat. Hát akkor még nem gondolhatták volna, 1903-ból 11 év múlva majd ez fordítva lesz. Na most a szerb kormány, ugye a király már egy öreg ember volt, a Karagyorgye király, és a fia, a trónörökös vitte az ügyeket. Az öreg király elment belült a meleg vízbe, meg közfényes volt, reumás volt, stb. És a fiú csinálta a szerb királyság ügyeit, és ő volt az, aki visszadobta a szerb, vagyis az osztrák-magyar kormányzat ultimátumát. De miért? Miért? Mert szerintem az ultimátum teljesen elfogadható. Szüntessék meg a monarchia elleni propagandát, osztassák fel a monarchia elleni durva propagandát folytató szervezeteket, stb. Most nem részletezem, el lehet olvasni, nem tudom, interneten rajta van ez az ultimátum. A lényeg az, hogy amikor megjött az ultimátum, megkapta a trónörökös, az első dolga az volt, hogy Úristen. A második pedig írt egy levelet, amit Szikra tágról elküldtek Szentpétervárra, a cárhoz. Kedves unokatestvérem, legfelségesebb uram, itt az ultimátum, stb. Ezt gondolom mellékelték, mit tegyek? A cár ekkor két választ adhatott. Most gondoljunk bele. Az egyik az, hogy fogadd el, az legyen béke. Vagy ne fogadd el, és ne legyen béke. És cár a következőt írta. Kedves unokatestvérem, jó magam s birodalma, bármi döntésed születik, országod mögött áll teljes erejével. Erre mondják, hogy felhívás keringőre, azaz háborúra. Na ezután, 25-én, délután 6 órakor a Nikola Pásics személyesen vitte el az elutasító okiratot, amit átadott von Giesl altábornagynak. Ez egy diplomáciai státuszba került SKV altábornagy katona volt az osztrák-magyar monarchia a beográdi követének, és ekkor egy órával később már a monitorok parancsot kaptak, hogy lőjék Belgrádot. És ekkor elszabadult a pokol. Na most, még egy szempontot, mert ugye azt bátorkodtam mondani, hogy a francia köztársaság és az orosz birodalom, az orosz császárság robbantja ki a háborút. Tudatosan előre megfontoltam a svába trónörökös likvidálását, ürügyként felhasználom. Mert mi történik? Hogy nem, a francia köztársaság elnöke Poincaré úr a France nevű luxus hajó, felfegyverzett luxus hajó elutazik a háború kirobbanása előtti 10 napban az északi tengeren át Szentpétervárra. Az ő szentpétervári nagykövete, a francia nagykövet, úgy hívják, hogy Maurice Paléolog, megírja az emlékiratait. Az emlékiratokat, akit érdekel, magyarul a magvető, mi csak megvető kiadónak nászik, a kommunizmus idején 80-as években kiadja a cárok Oroszországa címben. Hát nagyon ér hál' Isten, hogy kiadták, el lehet olvasni, mert benne van, hogy az atyuska, meg a köztársasági elnök, ő excellenciája, négy szemközti tárgyalásokon, tudják, hogy a négy szemközti tárgyalás az legalább 8 szemközti tárgyalást jelent, nem a Poincaré, hanem a Paléoló nagykövet is ott, megbeszélték a háború kérdését, és teljes egyetértésre jutottak. Ez csak a háborús szándék megbeszélése és elfogadása lehetett, mert máskülönben a cár nem küldte volna ezt a választ a szerb trónörökösnek. Íme azt gondolom, hogy ez arra bizonyíték, hogy, ahogy Ferenc József jelmondata, tehát alkalmazzam, viribus unitis, egyesült erővel a francia elnök és az orosz cár elhatározták, hogy fölhasználják Szerbiát. Tudták, hogy a szerbeket porrá fogja taposni a monarchia hadserege,
nem egészen így volt, mert Belgrád majd csak 15 decemberében esik el, mert a Potyorek-féle hadsereg, ugye Bosznia-Szercegovina katonai kormányzója, a Potyorek tábornok, egyszerűen nem tudott mit kezdeni a hős szerb katonák. A szerbek nagyon kegyetlen és nagyon jó katonák, ezt a magyarok többször tapasztalták például 1703 és 11 között, 1848-49-ben is az első világháború és a második világháborúban ugye, a Tito-féle hadsereg részéről. És gyakorlatilag kirobban a háború, a megítélésem szerint a francia és az orosz szándékból, a magyar ellenállást, maga a király is elfogadja a háborút, végül is Ferenc József azt mondja, hogy jó, hát lehet, hogy akkor most akkor jöjjön a leszámolás mindennel. Azt hiszem, hogy itt a háború kapcsán nagyjából elmondtam ezeket a fontos dolgokat, ha valami közben eszembe jut, még elmondom. Kirobban a háború. A frontok helyzete borzasztó nagyon fontos, mert ugye a német haditerv az az volt, hogy az oroszokat villámháborúba agyoncsapják, és utána teljes haderő Franciaország felé fordul. Ez fordítva is volt, volt a két Moltke, apa és fia, most nem részletezem, nincs erre idő. Gyakorlatilag két fontos háborút vívott az osztrák-magyar-német katonai szövetség. Az olaszok és a románok, a két szövetséges, Románia 83-ba belép mellé katonai szövetségesnek, ők 15-ben fegyveres semlegességet mondanak ki. Tehát ez egy érdekes katonai szövetség volt, hogy amikor béke van, akkor élvezzük az előnyeit, amikor kirobban a háború, akkor bocsika, valószínűleg nem így mondták, hogy bocsika, csak mi mondjuk így a nyolckerben, bocsika, mi nem lépünk be. 14. augusztus 3-a a román katon, román fegyveres semlegesség, majd a román vonalat mindjárt elmondom, mert ez nagyon érdekes. A lényeg az, hogy kirobban a háború, az első és legfontosabb front a keleti front. Gyakorlatilag az északi Eges-tengertől egészen az orosz-román határig tart, és közben ugye a német-orosz és az osztrák-magyar Galíciánál az orosz határ, és óriás nagy csetepaték keletkezik. A szakirodalom azt írja a hadtörténész kollégák, nagyon kitűnő hadtörténészeink vannak különben, hogy olyan két és fél az egyhez, egy a két és félhez, egy a 2,2, az attól függ, melyik front szakaszt nézzük. Tehát durván egy osztrák, magyar, német katonára 2,5 orosz jutott, 2-re pedig 5. Na most a Brassóban ezt elmondtam, hogy ugye ismerjük a Székely viszont annyi köl is, na de nem olyan egyszerű volt, mert például az osztrák-magyar monarchiabeli magyar királyság hadseregét ugye örökös viták provokáltak a szabadkőműves képviselők a parlamentben, hogy ne fogadják el a véderő törvényt. A véderő törvény elfogadása az mindig két dolgot jelentett minden évben. Na, egyre több és több újonc bevonulása a hadseregbe, 3 év volt, 36 hónap a katonaidő, és egyre több készpénz ráfordítása a fegyverzetre. És ezek bizony elmaradtak vagy késtek. Csak egy példát hadd mondjak, a miniszter tanácsi jegyzőkönyvek között a parlament, vagyis a parlamenti, az országos levéltár K40-es mindegy szekciójában, ott ezek elolvashatók a minisztertanácsi jegyzőkönyvek. 913-ban júniusban Tisza István gróf miniszterelnök lesz, és egy vagy két hónap múlva olvasom a jegyzőkönyvbe, hogy a miniszterelnök előkészítést tesz magyar ágyügyár haladéktalan megszervezésére. És akkor megpályáztatnak 3 ágyügyárat, egy angolt, azt mindjárt visszautasítják, a Krupp műveket, meg a Báró Skoda családjának, a Skoda Művek nevű cégét, és végül is aztán most nem részletem, a Skoda Művek. 14 elején kezdik el a Skoda huzagolt ágyú csöveket gyártani. A lövegszekeret, meg stb. Az mind magyar, tehát a magyar iparra építették. Diós Győri ágyúgyár, fegyvergyár, stb. Tehát megkésett a fejlődésünk. Tisza ezért írja a levelét István bárónak, hogy majd 17-re talán meg lesz a hadseregünk. A Magyar Királyi Honvédségnek 2 haderőneme volt, civilek, ezt tudom, hogy fegyverneme. A gyalogság, meg a lovasság. Nagyon szép dolog, de már 1915-ben lóról kellett szállítani a hatalmas gépfegyver tűz miatt, nem egy lovas, roma elindult, akkor szitává
lőtték őket. Tehát le kellett a lovas tiszteket, meg katonákat a földre fektetni, hogy lapos kúszárka oda menjenek, és aztán ott szurott Szegez, bajonett Auf, ugye világháború legszörnyűbb parancsa, mert az közelharcot jelentett. Szóval a tüzérség kiépítése nagyon későn, 13-ban kezdődik Magyarországon. Hát ugye ezért fordulhatott elő az, hogy amikor beállítják az első magyar tüzér ütegeket, akkor egy magyar ütegben 4 darab ágyú van. Egy orosz tüzérütekben 6 darab ágyú van. Na most amikor 100 tüzérütek, mondjuk 300 ágyú áll szembe 200 ágyúval, akkor az tüzelőben őrűcsokat jelent. Őrűcsokat jelent. Most nem akarok ilyen hadtörténelmi tényeket ismertetni. A lényeg az, hogy Magyarország úgy ment bele a háborúba, irtozatos hősieséggel a csapataink, de egyébként az osztrákok is, a horvátok is, például a horvát ezredek, azok 916-ban a persányi, brassói és nagyszebeni, vöröstoronyi, szorosi ütközetben a németek, az osztrákok, a magyarok és a horvátok hősiesen harcolnak a románok kiverésében. Ez egy nagyon érdekes dolog. Horvát politikusoknak annak idején mondtam ezt, nem is tudtak róla. No, a lényeg az, hogy a keleti front, ez az egyik, a másik pedig a nyugati front, ugye? A németek egyből le akarták rohanni Párizst, azonban megállították őket. Őfelsége kormánya az utolsó pillanatban ugyan, de úgy döntött, hogy belép a háborúba, és angolok is nagyon kitartó jó katonák, nem részletezem. Párizs előtt kialakul az állóháború. Állóháború, ezt a hadtörténészek így mondják, ez azt jelenti, hogy beássa magát a 300 vagy 200 méterre a két hadsereg a lövészárokba, és onnan aztán vagy gáztámadás, ha jó a szélirány, ha közben megfordul a szél, akkor az egy rémes dolog, vagy gépfegyvertűz, vagy tüzérségi zárótűz, és a végén pedig a legszörnyűbb jelszó, bajonett aus. Francián nem tudom, hogy van ez most. Ez a közelharc, amikor egymásnak hajtják a gyalogos csapatokat. Megmerevednek a frontok, és 915. május első hetében az olasz királyi kormánytól érkezik Bécsbe egy jegyzék, amelyben az olasz királyi kormány fölbontja az 1882. évi katonai egyezményt. Tehát Olaszország kiválik a középponti hatalmak közül, a hármas szövetségből 2 szövetség lesz, és akkor mindenki tudja, hogy az olasz támadás napokon belül várható. Na hát 15. május 23-án reggel hajnali órákban indul meg Isonzó, Doberdó, stb. Ismert nevek, nagyapám ott volt, tehát dédnagyapád ott volt, gépuskás szakaszparancsnok, meg az orosz fronton is mindegy, és kialakul a Doberdó Isonzó, az olasz osztrák-magyar front. Ott is megmerevednek a frontok egyébként, rémes, ebben most olvastam el Erdélyben esténként egy fodrász embernek az emlékiratait, amit a 20-as években írt, hogy ő ott milyen harcok voltak, meg milyen kegyetlen, a szikla robbantástól meghaltak emberek. Szóval rémes, addigi háborúkban sose látott fegyverek, sose látott halál nemek jelentek meg. Ez egy nagyon érdekes dolog. És hát nagyon szörnyű dolog. A 915. június, május végétől látom Tisza István levelezésében, ő úgy érzékeli, hogy 1-2 hónapon belül, még 15 nyarán, a június-július-augusztusban valamikor Románia meg fogja támadni a monarchiát. Azonban ez nem történik meg. A román miniszterelnök hihetetlenül nagyon óvatos. És most ezt a román vonalat hadd mondjam el. Ugye csak a fő dátumokat, mert erről egy külön előadást tartanék szívesen. 914. augusztus 3. Összeül a román koronatanács, ahol a román kormánytagok vannak ott, a király, az öreg Károly király, majd 14. október 10-i hajnali órákban hal meg, és akkor jön a Regele Ferdinánd király, aki Nagy Románia megteremtője. Most egy kis kitérőt teszek, a múlt héten nem tudom, járt-e valaki, Brassótól délre 28 kilométerre van egy Törcsvár nevű lovagvár. Törcsvár. Egy sziklakúp és egy ilyen soktornyos, gyilokjáros, gyönyörű szép. Az egyetlen megmaradt magyar lovagvár a 12. században említik először. Ez történeti múzeum volt a feleteltlen emlékű Ceausescu korszakban, aztán állami tulajdon lett belőle, és most a román kormány oda ajándékozta
de facto, de jure egy New York-i Holzbaum és Meyer, vagy valami ilyen nem budapesti, hanem New York-i ügyvédcég tulajdona, a vár, hát kifejezhetetlen értékű, viszont három Habsburg testvért, Dominik von Habsburg és két hölgyet, mind a ketten 70 év fölöttiek most már, ő az övék lett, az ő használatukban van a kastély, és most olvastam az interneten, hogy ez a New York-i cég fontolgatja, hogy már öreg a három Habsburg unokatestvér, és ezért el akarják adni, már nem a Habsburgok, nem az övék, ők csak ott laknak, hanem ez a New York-i ügyvéd cég. De csak úgy, hogyha megfelelő összeget kapnak érte, és megfelelő személy akarja megvenni. Tehát, hogyha például én oda mennék, hogy Puna Ziua, stb. Valószínűleg neked nem adnák el. Nem csak ezért nem megyek oda. Majd javasolni fogom különben, hogy a magyar kormány egy ember bízom meg, aki, mit tudom én, kínai vagy japán, tehát hogy meg kellene szerezni. Mert meg lehet, tehát hogyan csak. A New York-i cég azért jó számunkra ez a zsidó ügyvédi iroda, mert van olyan pénz, amiért meg lehet vásárolni. Na, és úgy jutott ez eszembe, hogy ott minden teremben, de írd és mond, nem minden ötödik teremben, hanem minden teremben, a kastély minden szegletében, ott van a nagyon jó klip, ilyen kecskeszakállas férfi, a Regele Ferdinand, és a Regina Mária, a Mária királynő, aki a Victoria angol meghalt királynőnek az unokája, vagy dédunokája, nem akarok szamárságot. Vagy unoka, vagy dédunoka, most nem jut eszembe. És ott vannak, és nagyon érdekesek a kiírások, amelyek román és angol nyelvűek. Még véletlenül sincs utalás se arra, hogy ezt a német lovagrend, vagy a német, vagy magyar királyság, abszolút no semmi. Csak viszont vannak külön termek, a Vlad Cepes kapcsán a Dracula téma. Na, az minden esetben van. Kem, ha itt Habsburg főherceg lennék, kikérne magamnak, hogy egy helyen szerepeljen a nevem, Vlad Cepes, az a rablógyilkos, stb. Ember, tehát mindenki. No, a lényeg az, hogy 14. augusztus 3-án román koronatanács, ahol szavaznak arról, hogy háború vagy béke. Ugye Tolstoj, Leo Gróf, háború vagy béke. Ketten azt mondják, hogy háború a szövetségesen mellett. Petre Karp, aki egy oroszországi román menekült, fiatal korában került Romániába, és többször egyszer vagy kétszer román miniszterelnök is volt, ő arra szavaz, hogy Oroszország ellen lépünk háborúba, az osztrák-magyar monarchia ellen, meg még egy politikusuk, de az összes többi ember arra szavaz, hogy Románia mondja ki a fegyveres semlegességet. A király azt mondja, hogy tisztelt koronatanács, én alkotmányos uralkodó vagyok, és ezért elfogadom a többség véleményét. Na de közben már titkos tárgyalások folytak Románia kapcsán, főleg a francia bukaresti diplomaták, Senuler gróf, mindegy, ott a következő nevek nem érdekesek, és az orosz birodalom a bukaresti követe voltak nagyon aktívak. Úgyhogy képzeljék el, hogy október 1-én, 10 nappal, mert 10-én hajnalban halunk a király, tehát 9 nappal a halála előtt még engedélyt ad Karl király arra, román király arra, hogy a román királyság szentpétervári követe Diamandi nevű úr, az orosz külügyminiszterrel aláírjon egy egyezményt, Szazonov az orosz külügyminiszter, ez a Szazonov-Diamandi egyezmény, a román diplomácia történet egyik fényes egyezménye, mert az oroszok azt mondják, hogy amennyiben Románia semleges marad háborúba, akkor ő felsége a cár elfogadja a román nemzeti ideál későbbi megvalósítását. Magyarán szólva a Tiszáig való román terjeszkedést. Figyelem, az oroszok Romániától nem háborús belépést követelnek, Románia már ezért nem lép be, majd az olasz 915. május 23-a hajnali 4 órás olasz háborúba lépés után, mert tudja már a Regele Ferdinand, a Ferdinand király, hogy október 1 óta az oroszok azt mondták, hogy oké, milyen lesz a Tiszáj. Tehát ti majd megnyeritek a háborút, mi majd benyomulunk. Hát nem zseniális? Most mit mondjak erre? Mit mondjak erre?
Mert a nagyapám, Vitéz Rafai Káma, Horthy fasiszta, altiszt majd. Ő azt mondta, hogy büdös olához. Azt mondta, ennél mélyebbre kell ásni. Tehát kérem szépen, a román diplomácia és a román miniszterelnök. A Brötianov, egy pár mondat, Jonel Konstantin Brötianov, 927 előtt élt, vagy 71-2 évet. A Partido Liberal Nacionalnak, a Nemzeti Liberális Pártnak az elnöke és a párt által adott miniszterelnök. Most is van, mint ahogy Szerb Radikális Párt létezik, most is van Penele, ugye? Penele a románul, jól mondom, Partido Nacional Liberal, igen, Nemzeti Liberális Párt. Most egy Crin Antonescu nevű úr az elnöke, és most ott nagy balhék lesznek, mert elnökválasztás, meg stb. Kíváncsi vagyok, mi lesz a vége. Körülbelül mindegy Erdély szempontjából, mert az erdélyi kérdésben mindegyik román párt, a Partido Comunista Romuntel, a Partido Nacional Liberali pontosan ugyanazt az álláspontot vallja. Ezt már elmondtam, nem tudom, bekerül-e majd a műsorba, a Szabadság térnél 89-ben, mindegy. Tehát 14 októberétől úgy tűnik, hogy a Románia és az Antant Kordiát nagy hatalmi szövetség viszonya rendeződik a román érdek szerint úgy, hogy Románia be se kell lépni a háborúba. Igen ám, de álláspontom szerint 916 végéig, decemberig, tehát az első, a háború első két évében, két és fél évében úgy állt nekünk az ászló a középponti hatalmaknak, hogy a központi hatalmak valószínűleg megnyerik a háborút. Ugyanis Franciaországban állófront volt, az oroszokat benyomták a német-osztrák-magyar hadseregek, az olaszok nem tudtak belépni, 16 végén a központi hatalmak nagyhatalmainak az ország területén sehol nem állt idegen hadsereg. És nagyon úgy nézett ki, hogy a tartalékok kimerülőben vannak, a német vitézség az német vitézség, ezt azt hiszem aláírhatjuk, mindegy, hogy második Vilmosnak vagy Adolf Hitlernek nevezik az államfőt, a német katona és a tiszt vitézség az abszolút. Van egy barátom, aki azt mondja, hogy Németország csak fegyveresen győzhető le. Ez tényleg így van, csak az egész világot majdnem össze kell fognia. Nem tudom, hogy ez a szőke úrhölgy, Merkel, Angéla asszony, hogy gondolkodik erről a dologról, de nagyon szíves egyszer elbeszélgeték vele, hogy mi a véleménye. A lényeg az, hogy ekkor azonban nemzetközi zsidó-körök haszonra törekvő tevékenysége következtében beugrasztják az Egyesült Államokat a háborúba, nem mellettük, hanem ellenük. A tény, ami történik, az az, hogy van egy Lusitánia nevű luxus szuperhajó. A Lusitánia. A Lusitániát egy német tenger alatt járó hadihajó, U-boat, magyarul, kilövi. Elsüllyed, és egy csomó amerikai millionár, meg különböző amerikai személyiség belefulladnak az Atlanti-óceánba. Az Egyesült Államok kormánya, amiről tudjuk, hogy mindig az emberi jogokért küzd természetesen, akkor azt mondja, hogy ez fölháborító és Németországnak hadat üzen. Előtte az amerikai kereskedőházat szállítottak a központi hatalmaknak is, tehát kereskedtek a központi hatalmakkal is, meg az Antanttal is. A háború béke része az USA-nak óriási nagy hasznot, profitot jelentett. Ennél nagyobb profitot már csak a háborúnak a belépési része, ha nem is a kereskedőknek, hanem a fegyvergyártó cégeknek jelentett. Na most a Lusitániáról ugye tényleg csúnya dolog, és ezt elismerjük, hogy civil embereket, asszonyok, gyerekek, képzeljék el, este ottan táncolják a keringőt, meg stb. Semmi gondjuk, ez csak megrázkódik a hajó, oldalra fordul, mindenki meghal. Utólag kiderült az a fránya dolog, hogy a felső luxus micsodán ott tényleg polgári lakosság volt, lent azonban nem tudom hány ezer tonna hadi anyag volt. Tehát a német U-boatok azok teljesen a nemzetközi genfi hadijognak megfelelően, jogszerűen süllyesztették el a hajót. Ezt annak ismeretében mondom, hogy a civil emberek meghaltak. És civileket nem nagyon szabad, ugye? Akkor már léteztek ezek a genfi hadijogi egyezmények. Úgyhogy ekkor megfordul a dolog. Több kolléga egyetértünk hadtörténészekkel is, hogy akkor a katonai erő megfordul, és az Egyesült Államok 1.250.000 legjobban kiképzett és legjobb fegyverekkel felszerelt haderejével lépett be a egy front szakaszon. Tehát a keleti fronton, meg az olasz fronton nem voltak amerikaiak. Jó, hát az Ernest Hemingway, ugye, szabad könyvet ajánlom,
Ernest Hemingway, ez egy nagyon részleges fiatal amerikai újságíró volt, kanadai lapokat tudósított még a 20-as években, és több viszkit ivott, mint anyateje, szerintem többszörösen. A Farewell to Arms, búcsú a fegyverektől. Az olasz front gyönyörű története, nagyon szép szerelmi története. Hemingway nagy idő, 100 000-szor olvastam ezt a könyvet. No, hol is tartott? Ja, igen. Az amerikai laktanyákban jártam, egyszer 30 000 mérföldet röpültem, az mentem majdnem 50 000 kilométer különböző amerikai bázisok között. Minden ki van írva, az Egyesült Államok katonája megérdemli a legjobb minőségű kiképzést. Ez már akkor is így volt. Ugye mindig a katonák azon veszekednek, és voltam 23 hónapot szolgáltam a magyar néphadseregbe, hogy meggyilkolják őket a legkegyetlenebb kiképzéssel. Ez nagyon rossz dolog a katonának, viszont ezt azért csinálják, mert minél keményebben ki van képezve a katona legény, annál nagyobb a biztonság, hogy meg tudja őrizni a fronton, a harcmezőn a saját életét, meg a bajtársa életét. Na most az amerikai hadipar, ez akkor jött föl. És a 1917 tavaszán, amikor partra szállnak az amerikaiak, elindulnak Németország felé, és akkor még a Német Birodalom nagyon keményen ellenáll, és a monarchia Oroszország ellen. Majd az orosz helyzetet mindjárt mondom, ez nagyon érdekes. 1918. augusztus első hetében a nyugati front német parancsnoka, mert ugye eszembe jut talán a neve, azt jelenti a császárnak, felséges úr, a háború elveszett. Mert tudta, hogy akkora óriási erők jönnek szembe, hogy azt nem tudják még védvonalként se megtartani a francia állófrontot. És ekkor 18 nyarától, 18 október végéig lassan vonulnak vissza a németek, és a szoci német szabadkönyvesek már ott leselkednek, hogy átvegyék Németországot. Ez egy érdekes dolog, mint amit Magyarországon történt. No, a lényeg az, hogy az orosz front nagyon érdekes, mert, és ez is azt mutatja, ugye 17 áprilisában lép be Amerika, 1917 februárban, vagy mikor volt az első orosz úgynevezett polgári forradalom, és akkor föllazul az ország, föllazul a hadsereg, vannak alakulatok, ahol kitűzik az orosz zászlót. Hát Tiszó Gróf egyik levelében olvasom, hogy jó hírem van, kedves barátom, nem tudom már kinek írta, a francia, földközi tengeri francia hadihajókon vörös zászlókat húztak föl, tehát lázadások vannak. Na, ekkor muszáj Amerikának belépni. Ha nem lép be Amerika, akkor az amerikai zsidó fegyverkereskedők elveszítik a profitot. Kérem, a profit az fontosabb egyes körök számára, mint a más embereknek az élete. Én annak idején 3 évig, most egy kis kitérőt hadd tegyek, és visszatérek az orosz frontra, 3 évig tagja voltam annak a bizottságnak, amelynek egy darab titkosszolgálatokat felügyelő tárca nélküli miniszter, Gászécsi András, nem tudom, most már 90 fele jár, nagyon időnök igazi magyar úriember volt, és 4 államtitkár volt, 5-en voltunk a tagjai. És akkor ugye ennek a bizottságnak minden döntése dupla nullásval kezdődő szám, tehát dupla nullás államtitok volt, nem is csak egy dolgot mondok el, mert az nagyon érdekes, és talán nem államtitok, de mi érdekel, hogy ugye mi szabályoztuk és döntöttük el, hogy milyen fegyvereket adunk el, például a munkásőrség fegyverét, ezt én adtam el, hát mi 5-en adtuk el, egy afrikai országba, és hogy milyen fegyvereket veszünk. De ez most nem érdekes, hanem egyszer az amerikai fegyverkereskedelemről beszélek, hanem fejezte volna ki világosan magad, egyszer mondja a bizottság elnöke, hogy ide figyeljetek, fiú, van egy afrikai ország akar venni 110 millió dollárért harckocsikat. Adjunk-e? Hát, hogy ne adjunk, ott van 1100 harckocsi. A külügyi, belügyi, stb. Kollégák nem tudták, mennyi tankunk van, én tudtam. Persze, hogy adjuk. És akkor jó, akkor egy pillanat, megbeszélem a miniszterelnök úrral, Attal, ő azt mondta, hogy oké, és megbeszélte még a miniszter, a bizottsági elnök az Egyesült Államok budapesti nagykövetével. És az fölháborodott, hogy micsoda? Hát Magyarország ennyire antidemokratikus? Hát ez teljesen lehet. Izraelhez egy kicsit közel álló ország vette volna a fegyvereket, most nem akarok erre kitérni,
És hát jó, akkor jött a, minden héten, kedden vagy szerdán reggel 8-tól ülésezett ez a bizottság, és egy héttel később jött a bizottsági elnök úr, Gászécsi miniszter úr, hogy hát fiúk, nem megy a dolog, 110 millió dollártól megfosztjuk a hazánkat. Mert ugyanis a narkókereskedelem, meg a fegyverkereskedelem, meg a leánykereskedelem, ezek a legjobb üzletek, ha valaki esetleg ezzel a három témakörrel foglalkozik, megelőzi engemet. És a következő történt egy három hónap múlva, azt mondja a bizottság elnöke, hogy ennyi már, képzeljétek, hogy az amerikaiak bennünket leállítottak, majd ugyanaz az ország az Egyesült Államoktól vásárol 180 millió forintért harckocsikat. Kérem szépen, ez ilyen dolog. Ez ilyen dolog. És ilyen történetet tudnék 80-at mesélni, ami három év alatt ott előfordult. Tehát a 80-at nem, de 50-et biztos. Na, ennyit a fegyverkereskedelmről. Az Egyesült Államok tehát eldönti. És akkor most az orosz front gyorsan, már mindjárt vége a előadásomnak. Igen, már vége is. Na mindegy, Oroszország helyzetét ismerjük, ugye Lenin elvtársa oda viszik Oroszországba, de ott már azért szart, nem egyedül Lenin meg a Sztálin csinálták a dolgot, ott volt ez az OKBP nevű társaság, a bolseviki párt, ők tudatosan készültek arra, hogy a cárizmus megdöntik. Ugye a bolsevisták nem volt a szempont, hogy összeomlik a saját hazájuk, a lényeg az, hogy ők megszerezzék a hatalmat. Na, meg is szerezték. Majd a Gorbacsoki elvtárs a 80-as években a Reagannel meg a Bushsal ugye megadja magát, ezt ma elmondtam a Rákai Filip kamerája előtt. No, a lényeg az, hogy 18 végére, október 17-én Tisza István gróf mond egy beszédet a képviselőházban. Én nem akarok játszani a szavakkal, elismerem, hogy ezt a háborút elveszítettük. Ráadásul a király, ugye meghalt 16. november 21-én Ferenc József, 86 év, 87. évében, 1830-ban születik, és a Rudolf trónörökös, a Ferenc József meg a Sziszi királynő fia, ő meghalt, hosszú, ismert történet, és a Ferenc József testvérének a fia, ez a Ferenc Ferdinánd lett a trónörökös, őt azonban megölték, és akkor így jött a trónöröklösi sorba, a prezumptív trónörökös magyar királyként IV. Károly király, és ő kiadott egy nyilatkozatot Proklamáció népeimhez címmel. Azt mondta, hogy minden nép alakítsa meg a maga nemzeti tanácsát. Na, anélk is megalapították volna, ez azonban fölhívás volt táncra, Budapesten Károly Mihály megalakítja a Magyar Nemzeti Tanácsot. A Magyar Nemzeti Tanács tagjainak körülbelül nem egészen 50% a zsidó ember volt. Világos, hogy Magyar Nemzeti Tanács volt, hát ez csak természetes. Ez politikai harc volt, tehát ezt tudni kell. Megalakul a cseheké is már rég megalakult, tehát a Baszalik már a háború alatt, erről nem is volt időm beszélni, még Oroszországba is elmegy. Ha kell a cárral, ha kell a Leninnel tárgyal, hogy Csehszlovák köztársaság meglegyen. Abszolút gátlástalan módon, és nem humanista, meg egyéb ilyen eszmék alapján, hanem érdek alapján. És akkor gyakorlatilag az utolsó osztrák-magyar közös külügyminisztert úgy hívják, hogy ifjabb gróf Adrási Gyula. Az elsőt hívták úgy, hogy a másodikat, hogy idős gróf Andrássy Gyula, aki 79-ben megköti Bismarckkal az egyezményt, az utolsó pedig az ő fia, ifjabb gróf Andrássy Gyula, aki nagyon érdekes a család, mert az ő meghalt testvérének a leányát neveli, gróf Andrássy Katinkát, akit a Vörös gróf eszel törvényes feleségű. Törvénytelenül sok asszonyt elvett a Károly, a Nemes Mihály gróf, de a Szabó Istvánnak a Vörös grófnő című filmét olyan B-figyelmükbe. És hét vagy nyolc napig közös külügyminiszter a birodalomnak a ifjabb Andrássy Gyula gróf, és az ő feladata már csak az, hogy a birodalom utoljára kimegy, lekapcsolja a villa, osztrák-magyar monarchia megszűnt. És egy érdekes dolog történik, 1919. október 31-én délelőtt a Habsburgok magyar ágának, a 19. század reformkori József Nádor
véréből, családfájából jövő József főherceg, aki 16-ban a Románia elleni háborúban az osztrák-magyar csapatoknak a frontparancsnoka, jeles katona egyébként, ő lesz a homo regius, mert a IV. Károlynak elege lesz mindenből, hogy összeszedi asszony, gyerekeket, Zita király feleségét, és elmennek egy Eckartszó nevű üdülő városban, most nem részletezem, és kinevezi ez a homo regius, József apánk, ahogy a katonák nevezték a frontokon, miniszterelnökké Károly Mihályt. És a Károlyi kormányban ezt mondtam, hogy 3 szabadkönyves zsidó miniszter, 7 szabadkönyves radikális államtitkár, a 10-ből 9 izraelita és 9 radikális szabadkönyves, egy keresztény és nem radikális van, a Friedrich István, aki Tormai Cecil szerint is, meg a tények szerint is, nem a Tormai Cecil-től tanulom a történelmi fölfogást, majd a nyugat-magyarországi kérdés idején ő lesz az egyik vezér férfia annak, hogy az osztrákok ne tudják Ödenburgot, magyar nevén Szoprot és a többi falvakat, több tucat falvat még az osztrákok elcsatolni. Hosszú. Megalakul a Károlyi kormány. A Károlyi kormány parancsot ad a hadseregnek. Nem a Linder Béla volt ott a főbűnös, mert ő csak valami 7 vagy 8 napig védelmi miniszter, egy alkoholista, alezredes. Sok hónapot töltött a fronton, tehát nem csodálkozok rajta, hogy ez nem az volt vele a gond, hogy alkoholista volt, hanem hogy nem akart nagyon katonát látni, csak a laktanyákban. Micsoda? Ugyanis a következő történik. 18. október első hetének a végén, november 4 és 10 között a román hadsereg ismét támadást indít. Románia elvesztette a háború, 18. május 7-én külön békét kötött, buftei béke, és mégis ekkor újra támad, a cseh légiók észak-nyugatról, és délről pedig Misics Vajda vezetésével a szerb királyi hadsereg, Misics Vajda, ez a szerb vezérkari főnök, vezetésével ismét támadást indítanak Magyarország ellen. Misics Vajda, nem tudom, ismerik-e a 914 nyári történetet, akkor elmondom csak 2 mondatban. Ez a Misics Vajda 914, ez a szerb vezérkari főnök, tehát az egyes számú legmagasabb beosztású szerb királyi tábornok. Ő meg a leány asszony leánya egy ausztriai fürdőhelyen kúrálják magukat. Kurszalon, meg minden. És mikor kirobban a háború, titkos parancsot kap a katona, hogy azonnal hazatérni. Persze civilben volt, és a leánya beültek egy első osztályú kupéba, és közben kitették a képét, hogy körözik. És a kalóz felismerte. Rárontottak magyarok, már itt jártam Magyarországon, lefogták, megvan a szerb vezérkari főnök. Most mi lesz? Kérem szépen, egy napon belül ez a magyar lovagiasság, szabadon engedték, és kísérték a határig, nehogy valami idióta hagyom merni. Értik ezt? Na ez a Misics Vajda vezetésére jönnek fel a szerb csapatok, és hát az események ismertek, 19. januárjában Károlyi Mihály a Magyar Népköztársaság ideiglenes elnöke lesz, ő kinevezi második miniszterelnöknek Berinkei Dénest, aki egyik budapesti szabadkönyves páholy tagja. Ez is szabadkönyves kormány, aztán jön március 21-től, ugye a Vígjegyzék átadása március 20, Károlyi lemond, nem csinálja tovább. Egyébként érdekes figura ez a Károlyi, mert 2 bizonyíték van arra, hogy 19 márciusára, pont amire megszállják Magyarország nagy területeit, addigra, mintha megjönne az esze. Ugyanis az egyik az, hogy a feleségével, Károlyi Katinka a grófnővel, nagy bundába, prém, stb. Szatmár németibe utaznak 19 március 2, 19 nappal a kumbérái hatalom átvétel előtt, és a nemes gróf elvonul az ott felsorakozott nagykabát téli szerelés nélküli cidriző székely hadosztály maradék ott lévő katonái előtt, és mond egy beszédet, és azt mondja, hogy katonák, ha kell, mi fegyverrel is felszabadítjuk ezt az országot. Erre én csak azt tudom mondani telekitéri emberként, hogy bocsika, ezt október 31-én délután kellett volna mondani. A másik pedig a Károlyi Mihálynak a mostani baloldali liberális kollégák kiadják az összegyűjtött leveleit, már vagy a 4. vagy 5. kötetnél tart. Az első kötetben van egy érdekes levele, egy gróf, nem tudom ki, ez egy nagynénikéhez írta, és ott leírta, hogy ez már tűrhetetlen, hogy a románok meg a sadi vonulnak be az országba, pedig mi vízonisták vagyunk, és békét szeretnénk a románokkal és a szerb
testvéreinkkel együtt, és eldöntöttük, írja Károly, hogy felszabadítjuk Magyarországot, és nem tűrjük tovább a megszállást. Ez is 19. február, nem tudom, hányadikánban. Tehát az a helyzet, hogy Károly rájött, csak akkor már itt voltak a románok a Tiszánál. 19. januárban érik el a királyhágó vonalát. Most hadd ne mondja ki a katonai eseményeket. A lényeg az, hogy Magyarország gyakorlatilag összeomlik, és még egy információ, a Kun Béla lesz a külügyi népbiztos. Ő külügyi népbiztosként ír, ugye Csepelen van ez a két nagy antenna. A kisebb volt akkor még meg, az a szikra táviró. 2000 kilométeres sugarú körbe lehetett táviratot küldeni. Hát a Lenin elvtársal is ezzel érintkezik a Kun Béla elvtárs, ugye? És ezen a szikra távironak Clemenceau-nak a békekonferencia elnökének, mert a békekonferencia 19. január 18-án összeül, Clemenceau, mint francia miniszterelnök az elnöke, a Wilson nem akart elnökön, visszautazott egy idő után Amerikába, és ír egy szikra táviratot, amiben azt írja, hogy tisztelt elnök úr, a Magyarországi Szocialista Szövetséges Tanácsköztársaság nem tart igényt Magyarország területi épségére. Hát kérem szépen, a kommunista az lemond a területi integritásról. Hát ezt nem is értem. Hát Ceausescu elvtárs is kommunista volt. Tehát háborúzni akart 89-ben, elmondtam a bizonyítékokat, majd meglátjuk, mit hagynak benne, mit nem. Nem érdekel a műsorba. Na mindegy, a lényeg az, hogy gyakorlatilag 19. augusztus 3-áról 4-ére viradolog az Armata, a román hadsereg, bevonul Budapestre. És ki tudja, hogy meddig jut el legnyugatabbra a román hadsereg. Győrig eljutnak, az ember esze megáll. És akkor a Károlyi Gyula kormány, akiről majd beszélek, majd elmondom az ő személyiségét, ő Szegeden kormányt alakít, ez a fehér kormány, és ő hívja meg oda védelmi miniszternek a kenderesen sziasztázó Horthy Miklós. És innen indul Horthynak lezárult katonai pályafutása, utána politikai pályafutása. És 1920. március 1-én aztán ugye kormányzóvá választják. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert a mostani balos, tehát liberális és szocialista kollégáim azt mondják, hogy a Horthy az nem volt demokrata, mert a tisztjei kísérték a parlamentbe, és a magyar parlamentbe fegyverre nem lehet bemenni. Tényleg nem lehet, én nekem volt szolgálat egy 9 mm-es Browning sort típusú belga pisztolyom, a belgák nagyon jó forgó pisztolyokat csináltak már 1865 óta, a történelem nem érdekes. És amikor bementem a parlamentbe, és véletlenül itt volt a pisztoly, egy ilyen bőr, micsorát húztak rám mindig a fecske Rafi, a pisztoly, akkor azt mindig odaadtam a katonáknak, mert eddig nem volt szabad bemenni. Na de, Magyarország ebben összeomlik. És elhatározták, és addig nem jön, bemegyünk, és addig nem jövünk ki, amikor sok idióta ott meg nem szavazza, hogy ez a főnökünk, a parancsnokunk legyen a kormányzó. Azt bementek, de azonnal megszavazták. Ugye a bizottság, amelyik Horthy, de nem a fegyverek miatt, a képviselők nem tudták, hogy ezek fegyveres tisztek, ugye nem ide a mellükre rakták, hanem aki, az a bizottság, akit a parlament, a képviselőház küldött ki, hogy tárgyaljon Horthyval, ki volt annak a vezetője? Prohászka Ottokár, római katolikus megyés püspök. És neki nem. Egyes katolikus püspök akkor haragudtak, hogy a magyar állam első embere református. Ez egy Schweinerei, egy disznóság. A Prohászka. Tudta, tessék, Prohászka napról napra szóló napló jegyzete egy bármelyik katolikus könyvesboltban kapható. Nagyon izgalmas, ugye? A fehér terrorra, tudják, mit van Prohászka, azt írja, hogy a fehér terror az a vörös rém ellen, a magyar lép lelkének a vörös rém elleni földcsapása volt. Persze, így van. Így van. Ugye hát a baloldaliak ebben ezt vágják Horthy nyakába még, most is a mazsihisz. Olvassák önök a mazsihisz honlapját? Nem olvassák. Gondolom! Minden nap tessék olvasni. Olyan dolgot lehet olvasni, az ember haja az égnek áll, majd visszahullik már kinek. A lényeg az, hogy az a vád Horthy ellen, hogy ő... Mit akartam mondani? Nagyon sok vágyát. A fehér terrorról ő tudott. Hát bocsánat, kérd, a magyar államot meg kellett menteni. És ez úgy van, tehát a történelem az időrend sok mindent megmagyaráz. Először volt a vörös terror.
És erre volt válasz a fehér terv. Tehát erre azt tudom mondani, hogy ne tessék vörös terror csinálni, és akkor biztos nem lesz vörös, fehér terror, mert a magyar az nem egy terrorista nép. Gondoljanak csak a kiegyezés után. Ott volt az a sok Avram Jankú, Akszentje Szever, meg a többi román terrorista, akik a magyar leány gyermekeket, meg kisfiúcskákat a kiéhezett disznók elé dobták 49-ben. Nagy szemben, 1949. január 8, nem nagy szemben, hanem nagy... Nem nagy ajta az 44, hanem mindegy. Egy nagy tömeggyilkosságot csinált. És 67 után jogállammá váltunk, és szabadon közlekedhettek ezek a terrorista tömeggyilkosok. Tehát a magyar nem terrorista politikai kultúrával rendelkező nép, és hát ugye akkor viszont kellett fehér terror csinálni, mert az országot meg kell szabadítani a vörös rémtől, hogy Prohászka írja a Napói között. És akkor Hortit kormányzóvá választják, és most a tárgyalásokat azt majd később fogom elmondani, majd Horthy, a Horthy előadásaim kapcsán ősszel. Valamikor már nagyon érdekes, Horthy minél erősebb elnök akart lenni, és a képviselőház meg azt akart, hogy minél gyöngébb elnök legyen, már államfő legyen, nem elnök, államfő legyen. És a lényeg az tehát, hogy már a hortista kormány írja alá a 920. június 4-én a trianoni békeszerződést. Most erről csak annyit, hogy mindig megkérdezik tőlem, teljesen jogosan, hogy miért nem csinálták Horthyék azt, amit a Kemal Atatürkék, a török szabadkönyves kormány, akik a legjobb hazafiak voltak. Hogy nem írták alá, kész, lesz, ami lesz, ki a kardot, csak. Na, kérem szépen, azért, mert akkor Magyarország el tud volna a térképről. Ugyanis a 20-as évek közepén, meg nem mondom, hogy 25-ben, 26-ben, 27-ben nem jut eszembe. Ez a marxizmus-szeminizmusból a szeminizmus, tudják ezt már többször az elmúlt előadásokon. Egy volt professzorom, Mérei Gyula akadémikus mondta ezt, amikor 81-2 éves volt, szerintem a 70-esével nem jutott eszébe valami név. És mondta, hogy fiúk, ne haragudjatok, ez a marxizmus-szeminizmusból a szeminizmus. Olyan vérmarxista volt, hogy a Lenin elvtárs hozzá képest egy elhajló volt. Bocsánat, kérlek, még mielőtt befejezem az előadásomat, politikai viccet muszáj erről mondanom, hogy hogy is van ez? 70-es évek szegedi viccel, de biztos mondtam már, mi ez? Ez a pártvonal. És mi ez? Ezek az elhajlók. Egy ilyen elhajló volt a mérejön, és azonnal befejezett. Értem a félreérthetetlen célzat. Még egy másfél óra türelmét. Tehát Fényes László elutazott Párizsba, vagy Párizs mellette településre, és François Desperé francia tábornokat, a balkáni Antant front parancsnokát megkérdezte, hogy mondja a tábornok úr, mi lett volna, hogyha a magyar kormány nem írja alá a trianoni szerződést? És azt a választ kapta, hogy az volt a parancsom, hogy, mert ugye nem szerelték le mindjárt katonákat, az volt a parancsom, hogy akkor a román és a szerb haderővel csapást mérjek Magyarországra. És ez mit is jelentett volna, kérem alásan? Ez azt jelentette volna, hogy megszüntetik Magyarországot. Erre volt példa, Magyarország Lengyelország sorsára jutott volna. 1815-től 1918 őszéig Piłsudski marssal fölépték, nem létezett Lengyelország. Nem létezett Lengyelország. Ez lett volna Magyarországból. Ezért. És Horthyék úgy döntöttek, ez lehet vitakérdés, hogy aláírjuk, és akkor megszilárdul. Tudják, hogy Pécs 33, Pécs Komló baja, 33 hónapig volt a Misics-Vajdáék a szerb hadsereg megszállás alatt, és Horthyék hogyan érték el, hogy vonuljanak ki a Dráváék a szerbek? A trianoni szerződés jugoszláv-magyar határt megalapító paragrafusaira hivatkoztak. Nagyon-nagyon érdekes. Akkor az volt a helyzet, hogy a trianoni szerződés aláírásával biztosították a magyar királyság létét, és biztosították a legalább abban megszokott határait. Hát ez már ő. Köszönöm szépen a figyelmet. Thank you.
Töltse békében napjai, egyez velása fiai, tatár török, s más ellen.